Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Gyerekgyilkosság. Egyedül gyilkolt K. Dániel a vádirat szerint. Elszállítják. Nem nézik tétlenül az elhagyott autókat Pakson. Sok a kártevő, kevesebb lehet a termés. Élelmiszer drágulást okozhat a szélsőséges időjárás. Nyári táborok. Rengeteg a lehetőség Tolna megyében. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egyedül gyilkolta meg K. Dániel a saját 6 éves unokahúgát márciusban Szekszárdon. Ez derül ki az ügyészség vádemeléséből. A sajtóban korábban többször is megjelent, hogy a brutális gyilkosságban más is részt vehetett, az áldozat szülei is erre gyanakodtak. A vádiratban viszont erre utaló megállapítás nem szerepel. A kamerában mosolygott és a nyelvét nyújtogatta a szekszárdi gyerekgyilkossággal gyanúsított 19 éves férfi márciusban. K. Dániel egy térkővel verte szét brutálisan egy héttel korábban a saját 6 éves unokahúga fejét. A férfi szexuális indítatásból csalt el a kislányt, akit miután kegyetlen módon bántalmazott, még élve a patakba húzott. Az áldozat végül megfulladt. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. Aljas indokból, különös kegyetlenséggel, 14. életévében nem töltött védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat Tolna megyei főügyészség a szekszárdi törvényszékben. A sajtóban korábban többször is megjelent, hogy a gyilkosságban egy másik férfi is részt vehetett. A vád szerint viszont ez nem igaz. A szörnyű tettet egyedül követte el K. Dániel, ráadásul annak ellenére, hogy korábban már részlegesen korlátozták a cselekvőképességét, tisztában kellett lenni azzal, hogy mit művel. 2017 óta cselekvőképességét részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll, illetőleg személyiségzavarban is szenved, azonban ezen körülmények a beszámítási képességére nincsenek kihatással, a vádbeli cselekményét a beszámítási képességének teljes birtokában valósította meg. A férfi a gyilkosságért legfeljebb 20 év börtön kaphat a törvények szerint, mivel az elkövetéskor még nem töltötte be a 20. életévét. Egy korábbi lopási kísérlete miatt viszont egy másik ügy is folyamatban van ellene, a bíróságnak pedig lehetősége van arra, hogy összevonja a két ügyet, ami így 25 évre emelni a maximálisan kiszabható ítéletet. Súlyosan bántalmaztak egy kistormási férfit Szekszárdon, a buszpályaudvartól nem messze a Platán soron. A 27 éves áldozat éppen a buszához sietett, amikor két padon ülő férfi minden szó nélkül belekötött. Egyikőjük először leköpte a cipőjét, amit az áldozat szóvá tett. Ekkor rárontottak mind a ketten, egyikőjük olyan erővel fejelte le, hogy eltörött az orra. A támadókat percek alatt elfogták a rendőrök. Az egyik szekszárdi férfit, aki a sértett cipőjét leköpte, majd őt több alkalommal lögdösni kezdte, gorázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, míg egy másik szintén szekszárdi férfit kihallgatni nem tudták az eset kapcsán, mivel őt detoxikálóba kellett szállítani. A rendszerváltás óta nem volt olyan alacsony, 3,4%-os a munkanélküliségi ráta, mint most, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatait értékelve. Az adatok azt jelzik, hogy a különböző szektorokban érezhető munkaerőhiány és a bérnövekedés magatartásbéli változásra kényszerítette a vállalkozásokat, így ezek sokkal hatékonyabban használják fel a munkaerőt, mint korábban, mutatott rá a miniszter. Hozzátette, a munkanélküliségi ráta csökkenése egyre lassul, de abban bíznak, hogy a mostani érték még nem a végleges szám, s amíg van olyan ország, amelynek jobbak a mutatói, addig a kormánynak is van tennivalója. Sok esetben akadályozzák a közterületen szabálytalanul otthagyott autók a parkolást. Pakson az ilyen kocsikat most, ha felszólítás után sem viszik el a tulajdonosaik, a helyi önkormányzat elszállítatja. Ennek a költségeit pedig a tulajdonosnak kiszámlázzák. Pakson és más nagyobb városokban is egyre nagyobb gond a parkolás. Ezt akadályozzák sok esetben a több napig, hétig, akár hónapokig szabálytalanul otthagyott gépjárművek is. Pedig jogszabály mondja ki, hogy tilos közterületen lejárt
forgalmi érvényességű gépjárműnek, vagy olyan autónak a tárolása, amelynek nincs rendszáma. Helyi rendelet szabályozza az autók parkolási rendjét, Pakson időkorlátot vezettek be. A lakosság részéről is felháborodás, illetve panasz áradat érkezik hozzánk, hogy bizonyos helyeken szinte lehetetlen parkolni. Ez egyrészt a forgalom növekedésével, másrészt sajnos nem ritkán előfordul, hogy használt autó kereskedő közterületen való tárolása miatt alakul ki ez a helyzet. Az elmúlt 5 év alatt mintegy 200 olyan eset fordult elő Pakson, hogy a közterület felügyelőknek figyelmeztetni kellett a tulajdonosokat a gépjárművük elszállításáról. Előfordult olyan eset is, hogy nem tudták beazonosítani a tulajdonost. Egy nagyon ritka probléma is van, az úgynevezett elhagyott autók, mikor nem találni az autó tulajdonosát, bár rendszámmal, egyebekkel, tehát megkülönböztetni, tehát föl lehetne lelni a tulajdonosát, de vagy nem jelentkezik érte, vagy már nem él a tulajdonos, ilyenkor fönnáll annak a lehetősége, hogy az önkormányzat elvitesse és tárolja. Több ilyen autó elszállításra került a hulladékudvarba, ahol jelenleg is tárolják. Egy jármű elszállításának költsége több mint 15 000 forint, melyet a tulajdonos köteles megfizetni. Ezen felül a tulajdonost terheli a telephelyen történő tárolás költsége is. Jó ütemben halad a Paksra tervezett új atomerőművi blokk építésének előkészítő munkája. A létesítmény már több mint 300 engedéllyel rendelkezik. A Paks 2 projekt jelenleg több mint 300 engedéllyel rendelkezik, ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelmi, a telephely, az előzetes vízjogi, a villamos energiarendszerhez való csatlakozási engedély. Ezek túl azon, hogy engedélyek, a tervezéshez használható alapadatokat is tartalmazzák. Ezek az engedélyek azért is szükségesek ebben a fázisban, mert túl azon, hogy engedélyek, ezek alapadatok, alapinformációk, úgy is hívjuk mi azt, hogy tervezési alapadatok, amelyeket a beruházó fővállalkozójának odaadjuk a kiindulásként, és a terveket ez alapján kell, hogy elkészítse. Az atomerőművek életciklusának egyik fontos szakasza az előkészítési fázis, amely a létesítési engedélykérelem megszerzésével zárul. Ez az atomerőmű építés legkomplexebb engedélyezési folyamata. Horváth Miklós azt mondta, az ő adatszolgáltatásuk alapján az orosz fél elkészít egy műszaki tervet, amelyből közösen egy biztonsági jelentést állítanak össze. A munkát több száz magyar és orosz műszaki szakember, mérnök végzi. Az így elkészült biztonsági jelentés számos egyéb csatlakozó dokumentummal együtt alkotja a létesítési engedélykérelmet, amelynek benyújtása fontos mérföldkő a projektben. Nyilván a más engedélyek is kellenek hozzá, és még a kivitelezéshez is kell számos engedély, de a létesítési engedély kérelem és annak a pozitív elbírálása az egy olyan mérföldkő, ami alapvetően meghatároz mindent. A munka részleteiről a Paks 2 ZRT vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy az adott technológiát a telephely adottságaihoz, a magyar szabványokhoz és jogszabályi környezethez kell igazítani. Hozzátette, az atomenergetikában az úgynevezett első betonbeöntését szokás a fizikai munkálatok indításaként említeni, de a tényleges munkálatok a Paks 2 projektben elindultak, elkészült az a transformátor állomás, amely villamos energiát biztosít az építkezéshez, illetve június 20-án megkezdődött a beruházás felvonulási terület. Az első épületek kivitelezése. Péntektől tovább emelkedik a benzin és a gázolaj ára bruttó 2-2 forinttal. Így június végére a benzin átlagára 380 forintra, míg a gázolajé 393 forintra nő. Legutóbb szerdán emelt a MOL. Az utánpótlás nevelés megerősítése és a tömegsport támogatása vezette a bátaszéki önkormányzatot akkor, amikor 35 millió forint önerőt szavaztak meg egy új műfüves labdarúgó pálya és a kiegészítő helységek kialakítására. A beruházás teljes költsége meghaladja 116 millió forintot a különbözett TAO támogatásokból és a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásából áll össze. Ezzel egy új sporthelyszín megvalósítása történik meg, és gazdagodunk egy újabb létesítménnyel. Ugye néhány héttel ezelőtt egy sportpark átadására került sor, és reméljük, hogy néhány hónap múlva pedig ezzel a műfős pályával is gazdagodik majd a város sport élete. Elszaporodtak a rovarok, fülbemászók, harlekinkaticák, hangyák, férgek a szélsőséges időjárás miatt. A termelők emiatt jóval kevesebb és rosszabb minőségű termésre számítanak az idén, ami jelentősen megemelheti a hús és a liszt árát.
A szakemberek azt mondják, a talaj- és növényvédelem a megváltozott körülmények és a szabályozás miatt kihívás előtt áll. Jelenleg a kártevők ellen nincsen hatékony fegyver. Levéltetőre vadászik. Mert itt ugye, ha megnézzük, minden van ám. A sorakozó hálekinkaticákat, levéltetveket és különböző rovarok nyomát mutatja Vörös Géza. Azt mondja, a szélsőséges időjárás az egyik fő oka a kártevők elszaporodásának. Elsősorban a tavaszi szárazságban azok a fajok, amelyek nagyon jól átteleltek, és szaporodásukhoz a száraz viszonyokat kedvelik, ezek szaporodtak el most nagyobb mértékben, így a poloskákra gondolok, olyan mindenevő, időnként ragadozó, időnként növényevő fajok, mint például a fülbemászók, amelyek szintén most a gyümölcsöket dézsmálják. A drótférgek kukoricában és napraforgóban okoznak kárt, a hangyák a fákat korhasztják el, mondja Vörös Géza. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének előzetes becslése szerint a szélsőséges időjárás miatt a várt 5 millió tonna búza helyett akár 20%-kal is kevesebbet takaríthatnak be a gazdák. A csapadékos időjárás ráadásul a termelők költségeit is növelte. A gombafertőzések elleni védekezés, a permetezés ugyanis sok pénzbe kerül. Ez minden termést megdrágít, így a zöldségeket, gyümölcsöt is, sőt még az élelmiszer árára is kihathat. Ez biztos, hogy egyre drágábbak lesznek, mert nem találják meg a gyümölcsök sem már az életfeltételeiket. Annyira meleg van, és annyira száraz az idő időnként, hogy ezt csak állandó öntözéssel biztosíthatjuk, de még azt se tudjuk, mert a páratartalmat nagyon nehéz előállítani oly módon, ami a növény számára megfelelő. Most ez a füllett meleg, ez éppen jó, de hát nem ez volt a jellemző, ugye tavasszal. Ez kihívás elé állítja a talaj- és növényvédelmet. A kártevők ellen nincsen hatékony fegyver, mondja Vörös Géza. Az Európai Unió által engedélyezett vegyszerekkel pedig nem mindig tudják kiirtani a kártevőket. A védekezésre egyre kevesebb lehetőségük van. Az agrotechnikai, biológiai módszerek előtérbe helyezésével lehet valamilyen esély a védekezésre, véli a szakember. Megkezdődött a nyári táborok szezonja. Idén több mint 200 ezer diák táborozik majd országosan. Tolna megyében rengeteg ilyen lehetőség várja a szünidőben a gyerekeket. Csak gönyörgez és nyomkodjad, úgyis húzunk rá még egy réteget. Ott talán iskolai kézműves táborban tölthetik a gyerekek a szünidőt. A Kaposmenti térség kistelepülésén évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy ingyen egy héten átfogadják a gyerekeket, megkönnyítve ezzel a szülők helyzetét a nyári szünet. Ez nagy segítség, hiszen a tábori költségek azok nagyon magasra rúgnak, 20-30 ezres tételről beszélünk heti szinten, vagy itt Dombóvár közösségében 2500 forint egy napi alkalom a táborba való részvitelre, ez teljesen ingyenes, próbáljuk a szülőket tehermentesíteni. Königné Nagy Magdolna, aki a kezdetek óta foglalkozik a gyerekekkel, azt mondja, elsősorban a közösségépítés a céljuk, hiszen kicsik és nagyok közösen vesznek részt a tábor életében, ennek eredményeként a nagyobbak kénytelenek odafigyelni a fiatalabbakra. Az egymásra odafigyelést megtanulják, a segítőkészséget megtanulják, úgyhogy ez egy komplex tábor, ha úgy fogalmazhatom, hiszen erre neveli a gyerekeket. Paksra 20 tehetséges diák érkezett a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás 5 településéről a Duna mindkét partjáról. Itt ugye nagyon sok mindent megtudtad az atomerőműről is, meg a fizikáról, meg a kísérletekről, meg úgy megismerkedik a területen. Vannak, akik nem először vesznek részt a nyári táborban. Idén például a villamosságról volt sok, engem az meg igen érdekel, úgyhogy a villamosságról sok új ismeretet szereztem. A bentlakásos táborba érkezők nem csak Pakson töltötték az idejüket, kirándultak is. Alsó-Mocsaládon csillagászati tematikájú szabaduló szobából jutottak ki, a faluban a tanösvényt bejárva ismerkedtek a naprendszer arányaival, Pécsen a Zsolnai negyedben pedig játéktér, varázsóra és planetárium várta őket. Dél-Afrikában folytatja az egyéni felkészülését Boros Adrián, a tolnai kajakkenu ese, korábbi felnőtt maratoni páros virágbajnoka, többszörös egyéni EB-VB ezüst és bronzérmese. A versenyen majd 4 nap alatt kell teljesíteni a 240 kilométeres össztávot. Azért megyek igazából, hogy egy kis távolságot rakjak meg kilométert a lapátomba. Ez jól fog jönni majd a későbbiekben. Nem tervezem, hogy 100%-ig felkészülök rá, mert ugye akkor az EB az nem fog menni. Én úgy gondolom, hogy 80-85%-os formában, hogy ott vagyok, akkor az úgy jó lesz a későbbiekben is. Regionális híreinkkel megyünk tovább. A busójárás szintereinek rehabilitációja. 857 millióból újul meg a Mohácsi Deák tér.
fejlesztése a Balaton vízminőségéért. 2,2 milliárd forintos beruházást adtak át. Fantasztikus szezon bronzéremmel. Évzáron ünnepelt a PVSK. $857 millió top forrásból újítják fel a mohácsi Deák teret és környékét. A beruházás a busójárás színtereinek rehabilitációja program részeként valósul meg. Ennek keretében többek között megújulnak a zöld felületek, a téren álló szobrok, kialakítanak sétautakat és több mint 9000 négyzetméternyi területet fednek be térburkolattal. A modern környezet elsősorban a busójárásra kitelepülő ételárusokat szolgálja majd ki a tervek szerint. A Tambura iskola tanítványai adtak rövid műsort Mohácson. Az együttes a Deák tér felújítására kiírt pályázat nyitó rendezvényén lépett fel. A területen már zajlanak a munkálatok. A teljes beruházás egy top projekt keretében összesen 849 millió forintból valósul meg, melyet az önkormányzat további 8 millió forinttal egészít ki. A felújítás a busójárás színtereinek rehabilitációja program részeként zajlik. Sor kerül zöld terület felújításra, sétautak kialakítására, egy összekötő út építésére, több mint 9000 négyzetmétert látunk el díszburkolattal, felújítjuk az első és második világháborús hősi emlékművet, felújításra kerülnek a Hősök parkjában lévő szobrok, a parkban lévő vízmedence is átalakításra, felújításra kerül. Mindezek mellett egy olyan területet is kialakítanak a megfelelő infrastruktúrával, ahol elsősorban a busójárás idején kitelepülő ételárusok modern környezetben végezhetik tevékenységüket. De természetesen más rendezvények alkalmával is használható lesz a tér, tette hozzá a polgármester. Szekó József kiemelte, bár a beruházásra 18 hónap áll rendelkezésre, szeretnék, ha már a jövő évi télűző fesztiválra elkészülhetne a felújítás. Hosszú távon garantálható lesz a Balaton vízminősége a most elkészült Marótvölgyi öblözetrendezés elnevezésű projektnek köszönhetően. Emellett pedig teljessé vált a Kis-Balaton belvízvédelmi rendszere és a közel 2,2 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósult fejlesztés turisztikai célokat is szolgál. A projekt indulása 80-as évekre nyúlik vissza, az indok pedig elsősorban a Balaton vízminőségének romlása volt. Az elmúlt évtizedekben több lépcsőben, több szinten építették ki azt a vízszűrő rendszert, amelynek munkálatai most fejeződtek be. Csak ez a beruházás, amit közel 2,2 milliárd forintból valósult meg, az itt lévő öt településen több mint 2300 embernek teszi biztonságosabbá a mindennapjait, és 210 hektárnak az árvízvédelmét oldotta meg. Amellett, hogy árvízvédelmi megoldást is adott, egyben a vízkészlet gazdálkodást, a fenntartható gazdálkodást is elősegíti ennek a projektnek a megvalósulása. A problémát komplexen kellett kezelni, ezért az elmúlt évek fejlesztéseit, beruházásait is a kor igényeihez, elvárásaihoz igazították, úgy, hogy azok mind a Balaton vízminőségének javulását szolgálják. 3-4 éve építettünk már hallépcsőket is bele, hiszen ennek a szűrőmezőnek önmagában ökológiai szerepe is van, nagy természetvédelmi értékek vannak, amelynek szintén gondoskodni kell a vízpótlásáról. Tehát egy nagyon hosszú összetett munka, miközben az igények is változtak, és ehhez is alkalmazkodni kellett, és úgy érezzük, hogy most ezzel az utolsó egységgel, ami a térség belvíz problémáit oldja meg, ezzel befejezetnek tekintető a létesítmény. A mostani beruházás kivitelezője hosszú évtizedes mélyépítő tapasztalattal rendelkezik, ám a hely különlegessége miatt akadtak problémák. Elsősorban ez a kőzeges talajszerkezet okozta a problémát, ami ugye mocsaras, lápos, vizes, ugye nehezíti mind az embereknek, mind a munkagépeknek a mozgását. Az ünnepélyes projektzáró ünnepségen Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta. A biztonság minden ember számára létfontosságú, és ez nem csak a közbiztonságot jelenti, ugyanúgy fel kell készülnünk, és lehetőség szerint meg kell előzni a természeti katasztrófákat. A klímaváltozás tapasztalható, kézzelfogható jelei azok olyan időjárási körülményeket produkálnak időnként, amely a természet által veszélyezteti a biztonságunkat. Éppen ezért egy nagyon fontos beruházás ez a most átadott Marótvölgyi csatorna rendezés. A Marótvölgyi öblözet rendezése elnevezésű projekt megvalósításával Főnyed, Sávoly, Somogy-Sámson és Szegerdő települések belvízvédelmi helyzete is megoldódott.
Katonai akadálypálya, füstsátor és nehéz tűzerejű lőfegyverek. Ezeket is kipróbálhatták a gyerekek a Hősök napján az Erzsébet táborban. A 11 héten át tartó programon minden szerdán a rendőrség, honvédség, a tűzoltók és idén először a terror elhárítási központ munkatársai tartanak bemutatót a fiataloknak. A cél, hogy egy-egy szakmát testközelből is megismerhessenek a gyerekek. Szépen átmászva a kötélen, majd jön a függeszkedés. Függeszkedtek a kötélen. A kúszó folyosón és a billenő padlón pedig bár nehezen, de átmentek a fiatalok. Szeretnék katona lenni, és nagyon tetszett. A gyerekek nagy lelkesedéssel vették a kihívásokat, amiből nem volt hiány. A Hősök napja alkalmából ugyanis váratlan vendégek lepték meg a táborozókat. 3, 2, 6! A tűzoltók munkáját is megtapasztalhatták. Egy füstszimulátor segítségével kipróbálhatták, hogy milyen egy égő épületbe bemenni. Kíváncsi vagyok, hogy hogy oltják el a tüzet meg, hogy mit csinálnak. Pisztolyok és gépfegyverek is eldúrantak. A terrorelhárítási központ számos olyan eszközt mutatott be, amit éles bevetéseknél is használnak. Kevin az összes fegyvert kipróbálta. Tűzbombát, harci eszközöket, láttam snipert. Idén először csatlakozott a terrorelhárítási központ a Hősök napjához. Számunkra is fontosak, hogy itt adott esetben csak a legegyszerűbb kis tesztekkel, játékos formába mutassuk be a szervezetet, egy kicsit valahol üzenjünk arról, hogy mi a dolog, mert közben azért kérdeznek, beszélgetések folynak, miért van ez, miért csináljuk, mi a dolgunk, mi a feladatunk. És ez minden korosztályban fejlődik. Immár 3 éve szerveznek interaktív programokat a gyermekeknek az Erzsébet táborokban. Idén nyáron összesen 25 ezer gyermekhez hozzák közelebb a katasztrófa és rendvédelmi szervek munkáját. A Hősök napja pedig azért fontos, hogy egyrészt ráirányítsa a figyelmet azokra a hivatásos állományokra, akik a gyerekek és a magyar emberek biztonságáért dolgoznak, megismerik a munkájukat, bepillantást nyernek a napi működésben. A 11 héten át tartó táborban minden szerdán tartanak hasonló bemutatót. Fantasztikus szezonon van túl a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata, hiszen a PVSK centenáriumi évében bronzérmes lett a gárda. A szezonzáró rendezvényen az egyesület vezetősége megköszönte a csapat és a szakmai stáb munkáját, valamint a támogatók segítségét. 100 éves a PVSK és 75 éve alakult az egyesület kosárlabda szakosztálya. A kettős évfordulót bajnoki bronzéremmel ünnepli a PVSK család. 2 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük tervezni a centenárium évét, akkor azt mondtuk, hogy egyik célunk, hogy a kosárlabda csapatunk a centenárium évében a legjobb 4 közé jusson. Nem felejtem el, hogy volt egy kis mosolygás, hogy miből meg hogyan. És hát lám, itt vagyunk, sikerült, de azért ezt komoly tervező munka előzte meg. A anyagiakban is lényegesen több pénz kellett a korábbihoz képest, konkrétan 30 millió forinttal emelkedett a szakosztály költségvetése, és hát ami a lényeg, hogy egy nagyon egységes csapatunk volt. A csapatra és a vezetőedzőre most a megérdemelt pihenés vár, de természetesen az új játékosokat folyamatosan keresi a szakmai stáb. Csirke Ferenc családja jól veszi az akadályokat. Az akadályokat ugyanúgy veszik, mint az elmúlt szezonokban. Ugye végülis nekem ez az életem, amikor játékos voltam, akkor ugyanez volt. Nem tudok elég hálával nem tartozni nekik, hogy nem tudom kifejezni, hogy mennyit tudnak segíteni, és hogy mennyire nagy támaszaim ők nekem, és megkönnyítik azt a munkát, amit itt a csapattal meg tudok csinálni. Tudom, hogy egyszer-kétszer az idegbaj kerülgeti őket az én viselkedésem miatt, de hát nincs most választásuk. A csapat tagjai is maximálisan elégedettek a 3. helyjel. A szezon előtt azt mondták, hogy 3. hely, akkor biztos, hogy elfogadjuk. Ugye voltak mély pontok is, tehát még az sem volt biztos, ugye, hogy akár 8-ba vagy 5-be be tudunk jutni, tehát mondhatjuk, hogy pozitívum, de nagyon jól szerepeltünk, ugye az elődöntőbe is egy 5. meccsre kényszerítettük a körmenet, ami azt gondolom, hogy tényleg mindent felülírt volna, hogyha ott nyertünk volna, de szerintem nincs hiányérzet senkivel, úgyhogy boldogok vagyunk. Természetesen a vezetőség már elkezdte építeni a 2019-20-as szezon csapatát. Ruják András személyében egy válogatott játékos, ő biztos, hogy érkezik.
A többiek közül ugye Horti Bálint, Pongó Máté, Antoni Csanád maradnak, Csiricsnek van még egy éves szerződése, és akkor meglátjuk, hogy a többiekkel hogy tudunk majd megállapodni. A vezetőség döntése értelmében azzal a történelmi lehetőséggel, hogy nemzetközi kupában szerepelhet a csapat, élni fognak. Ezt hivatalosan július elején jelenti majd be a centenáriumát ünneplő PVSK. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Gyerekgyilkosság. Egyedül gyilkolt K. Dániel a vádirat szerint. Elszállítják. Nem nézik tétlenül az elhagyott autókat Pakson. Sok a kártevő, kevesebb lehet a termés. Élelmiszerdrágulást okozhat a szélsőséges időjárás. Nyári táborok. Rengeteg a lehetőség Tolna megyében. Pénteken az országnak ezen a részén derült égbort várható. Délután is csak kisebb gomoly és fátyol felhőzet zavarhatja meg időnként és helyenként a napsütést. Éjjel legyengül a légmozgás, derült égbolt, friss hőmérsékletű hajnal ígérkezik. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Viszontlátásra!